Karácsony Gergely ellen nem indít saját jelöltet a kétfarkú kutyapárt, ugyanakkor be sem állnak a főpolgármester mögé. Erről még novemberben beszélt Kovács Gergely. Az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban optimista a pártelnök. Korábban azt mondta, hogy 3 mandátummal már elégedettek lennének. A tervekről Kovács Gergelyt kérdezzük. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnökét. Jó estét kívánok! Jó estét, sziasztok! Mindjárt választás és kampány, de előtte azért muszáj egy friss hírrel kezdeni. Önökkel kapcsolatban tegnap szóba is került a kormányinfo. Mi történt a nemzeti konzultáció egy évével? Nyomkövetőt tettek rá. Ez hogy történt? Kinek az ötlete volt? Meddig követték? Egyik passzivistánk ötlete volt, és hát sokakban felmerül a kétely, hogy mennyiben valósak ezek a számok, amiket a kormány szokott közölni, hiszen ugye ezt ők számolják meg, tehát ugye nem látunk bele, hogy mi történik. És akkor az utolsó lehetséges napon adta fel a passzivistánk a borítékot, amiben volt a konzultáció, és hát valóban beletett egy ilyen pici nyomkövetőt, ami úgy meg lehetett nézni ugye a helyzetét. És akkor hát Magyar Posta, tehát nyilván egy hétig ott kallódott ide-oda, majd eljutott a fel... Pontosan követték egy héten át? Hát ezt ugye lehetett nézni, hogy hol van, igen, a jeleket ad ugye néha, és akkor abból tudod, és akkor aztán egyszer, tehát még nem ért oda, és már akkor ugye hallottuk, hogy bejelentettek egy eredményt, ami hát legalábbis nekem most akkor a Gulyás miniszter úr lehet, hogy máshogy látja, úgy tűnt, hogy ez... Tegnap azt mondta, hogy a kormányinfon, hogy akkor nyitnak a kormányinfónak egy infantilis részt, ez volt a kutyapártos rész, másrészt pedig az nem végeredmény volt, hanem egy részeredmény akkor. Én nagyon örülnék, ha megtartatnám az infantilis részt a kormányinfon. Na mindesre láttuk, hogy már megjelentek az eredmények, és azt is láttuk, hogy még oda se ért a konkrétan az a boríték, amit mi feladtunk, hanem csak egy napra rá. Egyébként több mindenre tettünk nyomkövetőt, Orbán Viktorra is tettünk nyomkövetőt, úgyhogy mostantól majd lehet nézni, hogy éppen hol van. Merre járt Orbán Viktor? Lesz majd egy weboldal, és akkor ott lehet követni, hogy mégis csak mit csinál. Na, picit még komolyanra fordítva a szót, egyébként most összefogtak Hatházi Ákossal és Heindl Péter jogásszal, és egy közös beadványt tettek egyébként a konzultációval kapcsolatban. Azt mondják, hogy sértik a hazai jogrendet, meg ez egyébként a plakátkampányokra is ezt mondják, és hogyha kell, akkor Európai Bíróság elé is viszik az ügyet. Miért sértik ezek a hazai jogrendet? Hát ez viszonylag egyértelmű szerintem mindenkinek, hogy kormánypropaganda, vagy hát gyakorlatilag igen, kormánypropaganda van tájékoztatás címen, ugye óriás plakátokon és különféle hirdetési felületeken, akár kampányidőszakban, akár azon kívül. És akkor a beadványunk erre irányult, hogy ezt ugye a hát első körben ugye az MVB-hez lehet fordulni, hogy akkor ezt valahogy állapítsa meg, hogy egyáltalán szerintük sérti-e, akár kampányidőszakon belül vagy kívül, illetve hogyha, mivel ő sejtjük az ő döntését, tehát hogyha nem ők, akkor igazából ki ezzel teszik benne fordulni egyáltalán Magyarországon. Nyilván ez az útja, tehát a cél Strasbourg, tehát ugye készülünk az EP-be, készülünk a 150 évig tartó ügyekre, Strasbourg is ugye erről híres, itt nyilván el kell menni először alkotmánybírósághoz, kúriához, és akkor utána lehet Strasbourgba. Hát igen, ott azért lassan örülnek a marmok Brüsszel felé, és akkor jöjjön a kampány, beszéljünk arról, és rögtön egy mérés a Republikonnál, de talán a Mediánnál is megelőzték például a Momentumot. A kutyapártra biztos választok 8, a teljes népesség körében 5% szavazna. Ezt minek tudják be a kutyapártnál? Hát gondolom a Momentumnak. Jó, nem akarok ilyen lenni. Próbálok mondani egy kétértelmes mondatot. Igazából szerintem ez egy ilyen globális probléma, vagy hát legalábbis jelenség, hogy ezek a hagyományos értelemben vett és nem feltétlenül túl érdekes, és alapvetően mondjuk azt, hogy menedzsment szemléletű pártok, hát semmiképpen sem a virágkorukat élik, és ugye az emberek valami fajta újfajta dolgot keresnek, ami a legtöbb esetben sajnos egy magát elitellenesnek mondó, az elit részeként definiálható félbolond ember, aki ilyen furcsa dolgokat mond, és ugye ennek nagy sikere volt már, és lehet, hogy lesz is Amerikában is, vagy akár Magyarországon is. De azt mondja, hogy ezek protest szavazatok igazából. Én azt gondolom, hogy tényleg az a fajta, tehát a mai nyilvánosságban az a fajta hagyományos értelembe vett politika tényleg nagyon sok embert nem érdekel, és tényleg nem túl érdekes. És az emberek keresnek valami fajta más dolgot. Van, ahol ezt a szélső jobb oldalban találják, vagy a populizmusban. Ez meg egy másfajta kísérlet erre a kutyapárt, ahol meg a, nem tudom, az alulról jövő, a cselekvésre épülő, stb. Párt. Én azt gondolom, hogy ez része egyébként annak, hogy mondjuk mi népszerűbbek vagyunk Magyarországon. És egyébként, ha kijutunk az EP-be,
akkor ott, hát hogy mondjam, nem biztos, hogy mi fogjuk megváltani a nyugat-európai politikát, de azt gondolom, hogy ez a fajta pártműködés, ez a fajta szemlélet, igazság szerint akár, tehát hogy ebből lehetne tanulni egyébként nyugat-európai pártoknak is, hogyha az ellenszerét keresik a terjedő populizmusnak. Ja, azt mondta korábban egyébként Rónai Egonnak a konkrétban, hogy már nem viccpárt 2016 óta igazából, nem számít viccpártnak a kutyapárt. A kérdés az, hogyha elmennek szavazni azok, akik egyébként most a közvéleménykutatásra azt mondják, hogy igen, mi a kutyapártra szavaznánk, hogyha ma lennének a választások, akkor valóban oda teszik-e az X-et önök mellé? Tehát, hogy ezek a támogatók, szavazók elhiszik-e azt a kutyapártnak, hogy már nem viccpárt, és érdemes valóban oda szavazni? Ezt vizsgáltuk egy fős reprezentatív mintán, és legnagyobb meglepetésemre egy ilyen 100% körüli igen eredmény jött ki, úgyhogy én azt hiszem, hogy ránk fognak szavazni, akik... Igen, hát most ezt a fél mondatával be is bizonyította, hogy viccpárt-e vagy nem, de... Tehát a legutóbbi választáson valóban ez történt, hogy nagyon sokan, akik alapvetően azért azt állították, hogy minket szeretnek a legjobban, mégis leszavaztak az ellenségre, ugye a ő szavaikkal élve, ugye hát adtak egy utolsó esélyt az ellenzéknek, hogy esetleg valami csodát tegyen. Ugye nem történt meg a csoda, úgyhogy most reméljük fordítva lesz, és végre nem az lesz, hogy elveszik a szavazatokat tőlünk az ellenzéki pártok, hanem végre tényleg ránk szavaznak az emberek. Még három gyors komoly kérdés így a végére. Azt mondta, hogy nem ön lesz az EP lista vezető, de február elején döntenek erről. Hát másodika van, tényleg minden eleje van. Döntöttek már? Hétvégén lesz a taggyűlésünk, és a hétvégén fogunk erről dönteni, és akkor utána meg tudjuk mondani. Azt mondta a Partizánban, idézte is az imént a kolléganőm, hogy nem indítanak főpolgármester jelöltet Karácsony Gergely ellen, de nem is támogatják, február van, ez így maradt? Ez így, én nem hiszem, hogy nekünk ebbe dolgunk lenne beavatkozni, azt szerintem egy korrekt viselkedés a részünkről, hogy más nem indítunk, és hát azért... De akkor ez egy ilyen hallgatólagos támogatás Karácsony Gergellyel? Nem mondanám, hát ennyire bárki menet lehet hallgatólagos támogatás, azért azt értsék meg az emberek, hogy egy olyan embert támogatni, mondjuk, aki tök ugyanolyan konzultációt csinál, mint a kormány Budapesten, vagy éppen a mikroadományokat gyűjt egy dobozba, azért igen, azt tényleg csak ne azóta várják lett, el, hogy... Illetve hát, rosszul mondom, hivatalosan nem lett, hogy az LMP szeretné Vitézi Dávidot jelöltnek. Ez változtat-e esetleg a kutyapárt hozzáállásán, hogyha Vitézi Dávid elvállalja? Nem hiszem, esetleg még azt lehetne csinálnunk, hogyha több nem kormánypárti jelölt lesz, akkor lehet, mi indítunk több fideszes jelöltet, tehát hogy fideszes jelöltből is legyen 3-4, és akkor kiegyenlítettebb lesz a verseny. Egyébként hány helyen tudnak elindulni a fővárosban és vidéken, ezt tudják már pontosan? Az önkormányzati választáson, ahogy terveztük is, körülbelül 30-40 helyen fogunk összesen indulni, ebben vannak budapesti kerületek, és vannak vidéki városok és Csepel. A végén az önkerületét, hogyha megnézzük, 12-ben fog elindulni, itt egyébként ugye a Momentum már bejelentette Farkas Csabát, az LMP Kendernai Jánost. Ön teljesen függetlenül indul, vagy van-e egyeztetés, például nem tudom, lesz-e előválasztás, amiben beszállna a kutyapárt, vagy ez kizárt? Szóba jött az előválasztás, és mi a megfelelő feltételekkel benne is lennénk, szóval remélem az erre sor kerül. Feltétel? Hát mondjuk, hogyha én nyerek a polgármesterjelöltek közül, akkor ne kelljen nekem az MSZP-t meg a DK logót odarakni a plakátomra, de egyébként megkezdtük Kerpel Frónius Gáborral a tárgyalásokat, hogy visszaléphetne a 12. kerületben is, mint Momentumos jelölt, neki ebben van gyakorlata, és akkor minden sokkal egyszerűbb. Hát rossz emberrel egyeztettek, mert hogy Farkas Csabával kellene, ő a Momentumos jelölt, ő visszalépett az 5. De hát azért mondom, hogy esetleg még nálunk is visszaléphetne, tehát a Csabát többször le kéne cserélni a Gáborra, és akkor ő vissza tud lépni a 12-ben. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm én is. Önöknek is köszönöm a figyelmet, most jön a híradó, aztán pedig egyenes beszéd, maradjanak velünk.